Szeretnél lőni egy nagyon jó képet? Itt kurva jó képeket tudok lőni amúgy. Hát, hogy ezt így... Bell, hát ezt mondom. Ő az NPC! Kurta. Megnéztem a zoom, most a barátom megbúzít, ez fasz. Hé! Ez beszopta a szín. Egy kollégát, segítséget szeretnék kérni a... Ugyan uram, a hív kollégát, akkor a barátom szájába tapja a bolondot. Mindjárt, a vigyázz! Betavazás! Leszúrták ezt. Sérülése nem fáj. Élet jelen ellenőrzése. Kék a haja, az lehet nem normál. Igen. Hát én nem látok itt semmit. Jó, rebe, befeszed. Na jó, elviszont. Maga buzi? Maga buzi? Jó. Na azért ne beszéljünk, uram, jó? Az nem annálja, jó van. Figyelj már milyenkor, azért Geci, ez egy Geci jó karakter. Mit basszol? Most jöttem ide. Hogy basszolak volna? Jó. Mondjuk az sok sikert kívánok, mert amúgy már be van törve. Csak én nem hallom a palit? Azt mondja, szállják ki az autóban. Halló! Menjél! Álint! Gyere már! Menjél, be fogsz szállni! Mit csináljátok, bazd meg? Nem tudom. Taxizunk. Honnan van ez a kocsi amúgy? Loptuk. Ez elég egyértelmű válasz. Szevasztok. Hey, az eltűnt. Eltűnt. Izé lesz bazd meg. Eltűnt. Hova tűnt? Mindjárt vissza szerintem. Nézd meg, még a pólóm is lyukas. Nem, már izé, már izé. Kivaszott csórók vagyunk. Én csak Mister vagyok, ezért vagyok én elegáns. Ja. Szóval te csak egy... Igen. Én már római pitadomból szállom az úszóval. De lelökjük a motorra? Nem tudja magát feltalálni. Ne, ne. Lupp fejbe hógoljuk, és menjünk a faszon, fussunk el a faszonba. Jaj. Lupp fejbe megint. Az baj. Ezek bolondok. Jön utálunk. Jó, fussatok gecire. Jó, fussunk. Gyorsan Gábor, gyorsabban fussunk. Arra mentek. Menj! Ezt tudod csak, te szeretj! De az a baj, nem lehet kocsival pontosan dolgozni. Ezt tudod csak, te szerencsétlen! Ezek azok! Ezek a ezek Gábor! Ne, Gábor! Ne! Jó, gyere! Ne, Mark! Hé, hey, te ott! Te! Mark, vegyél föl, állj meg! Elütötted! Ott vannak a rendőrök a túloldat. Shit, menj vissza, vagy indítsd a Kossuth Nótát és meneküljünk! Oké, melyik az? Indítom. Vagy hagyjad, várj. Fedve. El kell menni, éljen a bal.
Nem hallom! Az gyorsan hajtom! Hátrahozom az úrnak a két kezét. Kicsit jobb szerepel. Ennek az úrnak is hátrahozom a két kezét. Megújjunk fel. Le van bilincse, szálljon ki a csomagtartóból. Szálljon ki a csomagtartóból. Szálljon ki a csomagtartóból. Most már éles pisztolyt fog rám? Eddig is azt fogtam. Igen? Nem sokkolt? De mit csináltam? Álljon meg, tudja mit jelent, hogy álljon meg? Álljon meg. Álljon meg. Bocsát, örök járja a lábam. Most már nem. De a másik lábam még jó. Fent vele fel elkezdem átkületni az urat. Nem találok semmilyen irányolási eszközt az urnál. Az a kérdésem, hogy... Ó, eltűnt a bilincsem. Nem tűnt el. Meg kicsit tudok visszagdelni, látja, hogy szagdelni. Állj már meg. Oda vissza engem is nem látom. Álljon meg. Tessék. Kivettem a zsebéből. Persze, nyugodtan. Mondjuk ezt meg se kéne kérdezzem, de megkérdezzem. Lehet, nem a combartériámat lőttem el? Mi a nevvel? Valaki, ha azt én tudnám, akkor elmondanám önnek. De David látó vagyok, valaki vigyek közelebb. Jó, az úr megállna, az úr megállna, duplázom a csekét, hogy nem állna. Ja, high show speed. És így. Jessetek? Egy születési dátumot. Jó napot. 1911-11-11. És ez... Kap egy csekket a cilindres úr rendbontásért. De mi volt a rendbontás? Hány éves lesz? Idén átadom a csekket az úrnak. Úgy kell fizetem be. Helybeli bírság lesz. Ez... Rendben. Nem hiszem, hogy... Fizesse ki helyben. Persze. Ez nem hiszem matematikailag helyes. Lenne rá pénzem kifizetni. 25 ezer eljön a városba, meg kell nem fizesse ki. Hát ezt észrevettem is. Maga, hogy láttam, elég magas. Elköltöttem drogra. Na jó, akkor ez egy... Szerintem a piros urat megkérdezni, hogy... Bevallotta maga. Igen, nekem a bizonyíték. Ő szeretne nekem a maga szava. Uram, ez nem is idézik le az ügyet. Most az, hogy... Kavitoszerrel való keteskedés. Megkérdezettem vele. Az urat nem jelent a igen, nem látszik, hogy a szája széle. Látszik a szája széle. Amúgy
Van önnek eladó fegyvere? Vennék fegyvert. Van, igen, eladó van. Vennék. Fegyvert engedélye adunk el. Elég de sok nem, valaki vegye már le a embereket, akik már letartóztunk, azok nem hiszem. Na jó, hát uram, én be kéne vegyem itt az ősre. De spondja, Bob, és Patrik van a pólóján. Én mit csináltam? Micsoda? Magyarázatok, mit csináltam? Egy bírságot fog kapni a jó, csak sietsünk már. Ez a kurva rádió, az elromló. Várj, a kocsit is megjelent. Az a rádió, ez jó. Bocsi, LP-be vagytok nagyba? Igen, éppen LP-be. Másik soundboard az itt lelő, írépel soundboard-a van videóm. A piros nadzágos, aki a földön van, most lőttem rá, már nem hallgatom végig ezt. Jó, az előbb nonozott meg kilépett csomószor LP-re, szóval kapja közben. Mi? Mikor lépett ki LP-ala? Ha mostani boltrablásnál. Milyen boltrablásnál? Hallod, őszintén a piros gányás eddig belünk volt és nem csinált semmit. Csak a számból van, de semmit, ő az más volt. És mondd azt, hogy csak rádiót elpésztünk az autó. Ilyen a magyar szabadság. Nem elpésztő semmilyen rádiót, le van tartóztatva a csávos, itt nyomogatja. Hát persze, mert elromlott a rádió, mert szétbasztátok a kocsit. És még valamiket csinált, vagy... 20 ezer rendbontás, vagy 10 ezer rendbontás, 8 ezer az kábítószerrel való kereskedés. Az vagy kaptál? Azt mondtam, hogy elköltöttem drogra a pénzem. Hoppá, ezt elfelejtették bezárni. Megjöttünk! Jó napot kívánok, jöttünk takarítani. Jöttünk dolgozni. Jöttünk takarítani. Lelövöldöznek. Akkor írok ment. De hé, haló, elég. Megadom magam. Megadom magam. Csetbe írd, hogy ki, pár ki jöttünk dolgozni, azt mondták, jöjjünk dolgozni. Itt vagyunk, jó, jöttünk dolgozni. Ez egy illegális behatolás. Fordulj, jöttünk dolgozni. Fordulj, hatta nekem. Mi vagyunk az új takarító. Forduljon, hatta nekem. Jó, rendben, így is tudok menni. De én nem jó, szemébe kell nézni. Megfogom a bilincset, hatalozom az úr kezét, és bekattintom. Már megint? Már megint. Ez most egy kicsit súlyosabb, mert hát ez egy illegális behatolás. Így is levonnám, hogy 30 ezer számla, most nem tök mindegy. Na jó, akkor most el szeretném mondani, hogy miért van itt. Persze, mondom, hát mi... Gyertünk dolgozni. Ali. Ki? Szia, értem, igen, bejöttek ide a másik hat. Hogy lehet, az admin már. Látom, srácok, a srácok, azt mondja, tudjátok, hogy nem jöhettek be PDF Plus-be alatt, mert... Mi vagyunk az új takarítók. Van erre valaki? Haló? Ezt most hákulének lehetik a rendőrök, ugyanis 10 fő alatt vagytok egyrészt. Kérnék egy... Menjünk, akkor izé, a szerelőtelep lát lehet venni fekete színű Mercedes gépjárművel. Ó, bazd meg, nincs. Hoppa, ennyi. Bazd meg, ki ne adják oda a háromfős bondának, ismertette egy cilinderes fekete öltő, a másiknik füves lábrák, és voltál kompatos felső, a harmadik pedig. Hát, geci. Gyorsan öltözzünk át! Úgy kell! Zi! Geci! Most láttam elmenni, mert most egy fegyver volt velé. Jó napot kívánok! Gyere be a zigluba! Bent vagy, benéznél már? Nem. Itt vagyok. Nem segítettem. Látott erre fel egy ezer mestert? Igen, arra, mert a fegyver volt fel. A fegyver volt fel? Elkapom. Tudja jó napot kívánok, jöttem a Mercedesemért. Amúgy itt egy Audi. Meg a cilindert, és csak levette a cilindert, és a... amelyiken nincsen nadzák, se pedig felső, azt pedig a kapcsolatban. Jaj, ne! Lő! Menjél! Buk le, X-ed, buk le! Geci, ki lőd? Mert az egyik barátomnak baja van, és oda megyek, és tudok üzenék koordinátát. Van egy kocsi. Igen. Kettő, duplikáltam a kocsit. Tessék? Örülnék meg, mert már unatkozok. Jó estét kívánok. Soltom hibát lenne, de akkor a kocsit hagyom, minden foglalnak le. Valaki engem emlegetett. Akkor kész is számolni. 18-a vannak. Hé, haló, el. Elkezdem lefoglalni. Miért? Szabálytalan parkolás, nem állhat itt meg. Nem állhat itt meg. Szálljunk ki az autóból. Na jó, ezt most följel... Most magát följelentem.
Ugye tudja? Ne közelítsen. Ne közelítsen. Ne közelítsen. Mi a gond lövi ki az autómat? Mondtam, hogy arrébb állok. Azt mondtam, arrébb állok. A rendőrség. De én mondtam, hogy ne üljön be. Te mert le akarta szóval foglalni az autóhoz. Szépen a falhoz. Akkor teljesen elmebeteg. Kollega, kollega foglalja le a fitos autós. Ebben már ez 10k lesz. Már kaptam, úgyse fizetem be. Jó, jó.